Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs TV adását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tokotoyelteve.info címre. Műsorunkat megtekinthetik interneten is a pusztaszabolcs.hu oldalon a Puszta Szabolcs TV főre kattintva. Mai műsorunkban először a Szabolcsi Hét című hírmagazint láthatják, majd ami a hírek mögött van címen, interjút tekinthetnek meg a Civil Kurázsi Kiválósági Díj kitüntetettjével, a pusztaszabolcsi önkéntes tűzoltók parancsnokával, Kaszás Jánossal. Most tehát, ahogy ígértem, kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit. Először következzenek fontosabb híreink röviden. Elment a doktor. Válnak az intézmények. Földhő az óvodákban. Nem oltottak, gyűléseztek. Néptánccal a rák ellen. X az első körben. Elment a doktor. Családja, ismerősei, hálás betegek sokasága kísérte utolsó útjára a pusztaszabolcsi temetőben dr. Kovácsai Sándor házi orvost. A bánc szíved keserbe, önéked nyugtatan, ki az eget hordozza, oszlat felhőt szele, napját rád is felhozza. Jakab Erika református lelkész imával búcsúztatta az elhunyt háziorvos dr. Kovácsai Sándort. Mennyei édesatyánk, aki az életünknek adója, elindítója, végig gondviselője és bevégezője is vagy. Téged kérünk most különösen gyász felhője alatt lévő hozzátartozók számára, küldd el a te szent lelkedet, a te vigasztaló kegyelmedet áraszd rájuk, hogy békességet, nyugalmat és a te akaratodnak elfogadását tudják tenni. Dr. Kovácsai Sándor Pusztaszabolcson 44 évvel ezelőtt kezdte háziorvosi pályafutását, amit kis megszakítással szinte haláláig folytatott. Orvosi diplomája átvételét követően fél évszázadon át gyógyította a benne bízó betegeket. Hivatása az emberek gyógyítása volt. A hivatás pedig magában hordozta a szeretetet, a hűséget, a kitartást. Hivatását felelősséggel, segítő készséggel és odaadással végezte. Pusztaszabolcs város nevében Compo István polgármester vett végső búcsút a közismert és nagy tiszteletben álló orvostól, aki március 1-én távozott az élők sorából. 1955-ben felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karára, ahol 1961-ben sikeresen diplomázott. 1961-től a taszári repülőszázad orvosaként tevékenykedett. Munkája elismeréseként 1967-ben a haza szolgálatáért érdemérem kitüntetésben részesült. 1961-ben házasságot kötött kis Mariannal, akivel 50 évi boldog házasságban éltek, és aki több évtizeden keresztül asszisztensként dolgozott mellett. Pusztaszabolcs polgármestere felidézte az orvost és az embert is. Orvosként a pusztaszabolcsi hármas számú körzet betegeit gyógyította, szabad idejében hobbiának, a főzésnek hódolt. 2002-től a Dunaújvárosi körzet táppénzes felülvizsgáló főorvosaként is dolgozott. 1997-ben hivatalosan ugyan nyugdíjba vonult, de még barátai javaslatára sem mondott le a gyógyításról. Azt mondta, nem hagyhatom cserben a betegeimet, akik számítanak rám.
Az utolsó hónapokban a KFT ügyvezetőjeként felügyelte fiatal kollégája tevékenységét, aki igyekezett megismertetni és elfogadtatni a körzetbetegeket. Dr. Kovácsai Sándor közéleti ember volt. Tanácstagként, önkormányzati képviselőként, a helyi polgári egyesület tagjaként igyekezett segíteni a nagyközség, majd város sorsán. Több kitüntetés, elismerés mellett a Pusztaszabos díszpolgára címet is megkapta szeretett településétől. Dr. Kovácsai Sándor életének 75. évében orvosként először fejezte be gyógyító tevékenységét. Három éve a gazdaságosság vezérelte a város képviselőit arra, hogy Pusztaszabolcs intézményei közül az iskolát és a két óvodát egy közös igazgatású intézményé vonja össze. Az élet és a törvényhozás most újabb lépésre késztette a képviselőket. A megváltozott önkormányzati törvény és az új közoktatási törvény rendelkezései szerint 2013. januárjától az állam átveszi az önkormányzatok által működtetett iskolákat, míg az óvodai ellátás továbbra is önkormányzati feladat marad. Most arról határoztak a pusztaszabolcsi képviselők, hogy szétválasztják a nemrégiben összevont intézményeket. És hogy miért is szükséges a szétválasztás? Talán nem lenne szerencsés, hogy állami fenntartású intézményvezető irányítaná a nem állami fenntartásban lévő óvodát. Az államosítással kapcsolatban még nagyon sok a meg nem válaszolt kérdés, például nem tudni, hogy ha az állam lesz az iskola fenntartója, a vagyon is az államé lesz-e, vagyis az oktatás államosítása egyúttal az önkormányzati vagyont képező épületre is vonatkozik majd. Ez egyelőre nem biztos, meg lehet, hogy az épületet is viszi az állam, de arra is vannak utalások, hogy csak az intézmény dolgozói lesznek állami alkalmazottak. Terveink szerint szeptember 1-től lesz kettő intézmény, egy iskola és egy óvoda. Az iskola esetében még jogutódlással nem szűnik meg, tehát továbbra is az intézmény vezetője fog maradni az intézményvezető. Világos, az óvodánál kell majd pályázatot kérni óvoda vezetői álláshelyre. Manapság legtöbbet talán a fűtésen lehet megtakarítani. Ehhez persze az kell, hogy az adott ingatlan fűtésrendszere a legkorszerűbb legyen, és az épület hőszigetelése is megfeleljen az előírásoknak. Mindezek ismeretében tervezi az önkormányzat a két pusztaszabolcsi óvoda fűtéskorszerűsítését. A képviselőtestület februári utolsó ülésén megtárgyalták és elfogadták a képviselők azt az előterjesztést, ami a manóvár és zsiráfovodák fűtéskorszerűsítését tartalmazta. Mindennek előzménye, hogy az önkormányzatot kedvező ajánlattal kereste meg a hőszivattyúkat és fűtési rendszereket gyártó cég, a KG Invest 2008 Kft. Ajánlatukban szerepelt, hogy felmérik a szükséges beruházásokat, segítenek a városnak a megfelelő pályázaton történő részvételben, a pályamunka elkészítésében, és amennyiben nyer az önkormányzat, a további munkálatokban is részt vesznek, amennyiben a közbeszerzési eljárás után rájuk esik a választás. A cég ügyvezetője dr. Gutai Zoltán találkozott a képviselőkkel, akiket igyekezett meggyőzni a program hasznosságáról. Minden esetben itt önöknél is lehetőség szerint úgynevezett bivalens rendszereket ajánlunk, ami azt jelenti, hogy legalább kettőféle megújuló energetikai berendezést próbálunk egybe kapcsolni. Itt önöknél hőszivattyú egységről van szó, illetve napkollektor egységről, tehát nem napelemről, hanem napkollektorról. Ugye a napkollektor az az eszköz, ami a külső környezet hőjét hasznosítva nekünk meleg vizet csinál, szemben ugye a napelemmel, aki meg a fényből elektromos energiát csinál. A hazai fűtési rendszerek az úgynevezett fosszilis energiahordozók, a gáz, fa, szén és olaj felhasználásával állítanak elő hő- és villamos energiát, de ezek nagyon drága nyersanyagok, amelyekből ráadásul a világ nem rendelkezik kimeríthetetlen készletekkel. A föld hőenergiáját és a nap hő- és fényenergiáját hasznosító rendszerek, a megújuló energiaforrások komolyabb beruházásokat igényelnek, de gyorsan gazdaságosá teszik a fűtést. Pusztaszabolcs önkormányzata most két pályázattal két ütemben kívánja megvalósítani a korszerű fűtést két intézményében. A pályázatok 20%-nyi önrészt igényelnek a várostól.
Egyenként olyan 23-24 millió forint a teljes bekerülési költség, aminek durván saját erő olyan 20% körüli összegre datálódik, és olyan 4 év, általában 4 év, illetve hát a számítások szerint 4 év lesz a megterülés. Az első ütem az megkezdődhet ebbe az évnek a vége felé, vagy a már harmadik negyedévbe, még a második ütem, tehát a másik óvoda, az meg jövő tavaszra. Ezúttal nem oltani jöttek. Rendes évi közgyűlését tartotta a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága. A jó hangulatú közgyűlésen több szervezet képviselői mellett a város polgármestere is részt vett. Az egyesület elnöke Kockás József beszámolt a tagságnak az egyesület 2011. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről és a 2012. évi költségvetésről, feladatokról. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2011 évi munkáját az éves közgyűlés és az alapszabály és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint végezte. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tagság fiatalítására és a tűzoltók szakmai képzésére. Az egyesület tagsága 2011-ben 53 fő volt, akiknek 48 alkalommal kellett valamilyen tűzesethez vonulniuk. A legtöbb esetben gyorsabban értek a helyszínre és kezdték el az oltást, mint a dunaújvárosi vagy székesfehérvári hivatásos lánglovagok. Az egyesület elnöke kiemelte, hogy kiváló az együttműködés a hivatásos tűzoltókkal. A szabolcsi tűzoltók szinte minden városi rendezvényen részt vesznek, emellett rendszeresen próbára teszik tudásukat a megyei versenyeken is. A Székesfehérvár rendezett tűzoltó versenyen a női és a férfi csapatunk is kiválóan szerepel. Minősítésre az adott, hogy a Vándor Sereget elhozta Pusztaszabolcs. A május 9-én tartott katasztrófavédelmi gyakorlaton egyesületünk tagjai sikeresen szerepeltek. Június 9-én csapatunk sikeresen versenyzett a Sárosdi tűzoltóversenyen. Július 4-én ifjúsági csapattal versenyeztünk a polgári gyermekversenyen. A hagyományos szabolcsnapok rendezvényein részt vettünk. Német testvérvárosunk Stauffenbergi küldöttségét a tűzoltó szertár nagytermében egy vacsorával köszöntöttük. Az augusztus 20-án rendezett életmódnapok rendezvényei részt vettünk. December 5-én sikeres Mikulás ünnepséget tartottunk az ifjúsági tűzoltó raj tagjainak és az egyesület tagjainak gyermekei és unokái részére. A közgyűlésre meghívott vendégek közül többen is köszöntötték a szabolcsi tűzoltókat, majd a város polgármestere Szompó István kért szót, aki ezúttal 14-szer vett részt a tűzoltók közgyűlésen. Szóba került a hamarosan Pusztaszabolcsra települő hivatásos tűzoltóőrs jelenlétével kialakuló helyzet is. Addig még nekem lesz valami beleszólásom abba, hogy egy ilyen őrs ide jöjjön, azt nagyon örömmel leszünk, tehát semmi gond nincs a hivatásosokkal kapcsolatban. Viszont azt semmiképp sem tudom, meg fogom tudni támogatni, hogy a Önkéntes Tűzoltó Egyesület tudja, hogy itt az igazgató is elmondta, és ebben nem is volt semmiféle nézetkülönbség köztünk, és örülök neki, hogy ők is így fogják ezt föl, hogy bármilyen csorbát is szenvedjen. Az Önkéntes Tűzoltók parancsnoka Kaszás János a vonulásokról, tűzesetekről, tűzoltó szakmai feladatokról beszélt, majd a közgyűlés résztvevői egy a munkájukról készült videóklip megtekintésével zárták összejövetelüket. In memoriam Margit. Kergessük el a rákot mozgással, jó kedvel. Ez volt a címe, mottója annak a jótékonysági kistérségi néptánc műsornak, amelyet a Pusztaszabolcsi Napraforgó Klub szervezett. Másfél órás műsor után a táncház. Ez volt a programja annak a néptánc műsornak, amelyet jótékonysági céllal a Napraforgó Klub szervezett az Adonyi Tánc Együttessel közösen. A Művelődési Ház nagytermében megtartott eseményen részt vett a Magyar Rákellenes Liga elnöke, professzor dr. Simon Tamás és a város polgármestere Szompó István is, aki köszöntőjében kiemelte a civil szervezetek szerepének fontosságát. Számomra mindig is nagyon fontos volt az, hogy különböző civil szervezetek dolgoznak a településen, hisz egy-egy civil szervezet
más-más összetételben, más-más elképzeléssel, más-más programokkal próbálja a településünkön élő embereknek az életét szebb és jobbá tenni. Úgy gondolom, így van ez a Napraforgó klubban is, aki a Magyar Rákellenes Ligának a tagja, és ahogy professzor úr Rákellenes Liga elnöke mondta az előbb beszélgetésünkkor, a legjobban közé tartozó klub, aki a Rákellenes Ligának a tagja. 90 darab támogatói jegyet adtak el, a befolyt 31.200 forint, miután az adonyiak ingyen léptek fel, teljes egészében a Napraforgó Klub rák megelőző, felvilágosító munkáját segíti majd. Az eseményen az Adonyi Együttes Salina és Rosmarin felnőtt és gyermekcsoportja adott műsort. Az esemény, amelyik címében is emléket állított a klub alapítójának, Dancsné Lieber Margitnak, magyar és német nemzetiségi táncházzal zárult. A programon részt vett a Rákellenes Liga Budakalászi alapszervezetének 7 tagja is. A budakalászi vendégek a Pusztaszabolcsi Klub új testvérszervezetének képviseletében voltak jelen a rendezvényen, mondta el dr. Juhász Judit, a Napraforgó Klub elnöke, az esemény szervezője. Musical a Queen együttesről, hungarikumok dalban, táncban, színdarabban. Diáknapot tartottak a Szabolcs Vezér Gimnáziumban. Az idei diáknapok eseményei egy a tanárok által diákjaiknak rendezett szellemi és gyakorlati feladatokkal tűzdelt játékos vetélkedővel kezdődött, majd másnap pénteken egy félnapos eseménysorral folytatódott. Először az iskola drámatagozatos diákjai adtak elő egy közel 3/4 órás musicalt a Queen együttesről, Táncos Krisztina tanár rendezésével, betanításában, majd mindegyik osztály bemutathatta azt a 3 perces kisfilmet, amelyet erre az alkalomra készítettek. Ezt színpadi programok sora követte. Az idei év 11 hungarikum köré épült. Ezek közül sorsolással dőlt el, hogy melyik osztály, melyik hungarikumot dolgozza fel táncban, dalban vagy miniszíndarabban. A Vidám Diáknap versenyének győztese a 12. diosztály lett, tudtuk meg Neiklő Ladányi Ágnes diák önkormányzatért felelős tanártól. Szólt a citera, daloltak és táncoltak a kicsik, a végén még a kiszebáb is elégett. Szülők tartottak táncházat Pusztaszabolcs 2 óvodájában. A Manóvár óvodába járó kislány szülei Ágoston Kolos és felesége Andrea varázsolt pompás hangulatot a város 2 óvodásainak napjába, amikor citerazenével, népdalok éneklésével szórakoztatta az ifjú embereket.
De nem csak ők énekeltek, az óvodai polgárokat is tanították az egyszerűbb dallamokra, akik miután a citera hangszerrel is megbarátkoztak, még az egyszerűbb tánclépésekkel is megismerkedhettek, mondta el Bartokné Piller Magdolna, óvoda egységvezető. Hat pontos mérkőzéssel kezdte a PSC a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság tavaszi menetelését. Azzal a tudattal léphettek pályára a játékosok, hogy aki ezen a meccsen nyer, nem csak a saját három pontját nyeri meg, de elveszi a másiktól a létfontosságú pontokat is. Ez aztán végül egyik küzdőfélnek sem sikerült, maradt az igazságos pontosztaszkodás. A bajnokság 16. egyben a tavaszi első fordulójában a Puszaszabolcsi labdarúgók idegenben az egyetlen ponttal előttük álló Lajos Komárommal csaptak össze a már említett fontos pontokért. Győzelem esetén a szabolcsi alakulat azonnal az 5. helyen találta volna magát, ehhez volt a házigazdáknak is egy, pontosabban két szavuk. A mérkőzés ugyanis 2-2-es döntetlennel ért véget. A PSC maradt a 6. a bajnoki tabellán 27 pontjával. A csapat a második fordulóban már hazai közönség előtt lép pályára, az első forduló győzelemmel kezdett Mezőszilas ellen. Híreink még egyszer röviden. Elment a doktor. Válnak az intézmények. Földhő az óvodákban. Nem oltottak, gyűléseztek. Néptánccal a rák ellen. X az első körben. A Puszta-Szabolcsi hétvégén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Ami a hírek mögött van. Civil kurázsi kiválósági díjat kapott a Puszta-Szabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Kaszás János. A korábbi hivatásos tűzoltó új lendületet vitt az Önkéntes Lánglovagok Egyesületébe. A díjazottat érzéseiről, múltjáról és terveiről kérdeztük. A Puszta-Szabolcsi hagyományőrző és hagyományteremtő alapítvány által létrehozott Messzeringó gyermekkorom világa civil kurázsi kiválósági díj egyre komolyabb értékű elismerése a városért tenni akaró és tudó polgároknak. Idén 7 kiváló Puszta-Szabolcsi polgárt ajánlottak a civil szervezetek a kitüntetésre. Jelölt volt Ágoston Kolos, Forgó Árpádné, Gubica Tibor, Kaszás János, Kőkuti Lászlóné, Nyeső Ferenc és Sebesi Béla. Közülük hosszas vita, beszélgetés után Kaszás János kapta meg a díjat. Nagyon meglepett a kitüntetés, én nem is gondoltam ilyenre, hogy esetleg kaphatok. Hát a lányomék vettek rá, hogy menjünk el az ünnepére, ők már hallottak valamit, én, hogy eléggé kicsikét meglepve vettem tudomásul, hogy én nyertem meg ezt a díjat, és köszönöm szépen, akik megszavazták számomra is. Köszönöm az Egyesület tagjainak is, hogy hát úgy működtek közre, hogy az Egyesületből kaphatta valaki ezt a díjat, mert az egy közös munka eredményeképpen lehet ezt a díjról beszélni, nem csak egy személyben, ez egy közös munka, annak az eredményeképpen, és még egyszer nagyon nagy szeretettel megköszönném, akik ennyire megbíztak és megtiszteltek azzal, hogy ezt a díjat nekem ítélték. Kaszás János igazi tűzoltó família tagja, édesapja 31 évnyi tűzoltózás után 1981-ben fejezte be aktív tevékenységét, és a most díjazott tűzoltó fia, ugyancsak János, ahogy az első szülött fiú gyerekek valamennyien a családban, 10 éve lépett nagyapja és édesapja nyomdokába. 1981. december 1-én lettem hivatásos tűzoltó, 22 kerület Budafoki részt, tehát Budapesten 83-84-ben elvégeztem egy zászlós képzőt, akkor szerparancsnok voltam, 3 hónapig, utána vettem szolgálparancsnok helyettes, majd 93-tól lettem szolgálparancsnok, ennek értelmében 94-95-ben elvégeztem egy tűzoltó technikus képzőt, amely tiszti rendfokozatot adott, és onnét meg volt a tiszti, és így 17 éven át első vonalba vonultam, egy szolgálati csoportnak voltam a parancsnoka, és 2006-ba belügyminiszteri kitüntetésként lettem őrnagyi rendfogató, tehát főtiszt lettem. Körülbelül ennyi a pályafutásom. És ha már a kitüntetésnél tartunk, egy kis kitérőt teszünk. Kaszás Jánost nem csak egy civil alapítvány és városa, de egyúttal családja is kitüntette. Olyan oklevelet kapott, amire minden férfi büszke lehetne.
A legjobb férj, apa, nagyapa és sorolhatnánk a címeket. Visszatérve a tűzoltóságra, a közbeszéd szerint ez nem is munka, sokkal inkább hivatás. De vajon egy ilyen teljes embert kívánó foglalkozás mivel tartja pályán az elhivatottakat? Hát ez a pályán azt hajt, hogy ha főleg van egy jó csapat, egy jó közösség, az embereken való segítség, főleg a bajba jutottaknál, ahol lehetett észrevenni, hogy más ember elfut nekem, hogy akkor oda kell menni. Az észszerűség határaim mellé mindig azt tartottam, hogy a beavatkozásra mindig egymásra vigyázzunk, mert mindenkit a családja várja otthon. Voltak olyan esetek, amikor azt mondtam, hogy srácoknak, hogy ide nem megyünk be, én sem merek bemenni, ti sem mertek bemenni, szépen kívül voltunk, és ha megfogtuk, akkor mindig beljebb megyünk. Igen, az ember szembesül, hogy a természetnek vannak olyan csapásai, ami kivételetlen, tehát az ember is egy hallanó, aki bármikor érhet bármi. Én sajnos megéltem ezt a műegyetemnél, kint voltam, ahol három társam ott halt meg, és egy nehéz dolog, tehát ezt ki kell beszélni a társággal, tudni kell azt, hogy mi a határ, milyen határok belül mozogjunk, egymásra odafigyelni, az egy nagyon-nagyon döntő, hogyha valaki valami veszélyt jelez, akkor az jelezzen, hogy nehogy valaki esetleg ott maradjon. Hát ma elmondtam már számszorban, hogy családja várja mindenkit otthon. Meg lehet, sokszor napokig nincs komolyabb teendője a készenlétben álló tűzoltónak, aztán jön a riasztás és mennie kell. Életet, vagyont menteni, miközben sokszor a tűz kiváló ismerője akár az életveszéllyel is szembe találhatja magát. Hát voltam olyan esetben, hogy nézőkészülve beszorultam ajtónál, és hő jött. Már a srácot mondta, adjatok sugárcsövet, tudjak oltani, mert éreztem a fülem is, hogy nagyon melegszik. Hát meg ez a műegyetem, ez ami vétótha jött az embernek, amíg szerintem tüzekre emlékszik, ez biztos, hogy vissza fog mindig emlékezni. A tűzoltó nem csak vízzel, különféle eszközökkel dolgozik, de talán legfőbb munkaeszköze a saját teste, amit karban kell tartania. Legalább annyira, hogyha szól a riasztó csengő, a legjobb formájába induljon a bajba jutottak segítésére, akár 50 évesen is. Normális életmódra teljesen, tehát gyakorolni kell, ugyanúgy be kell állni a sorba. Az embernek mindig azt kell nézni, hogy az egészség az ez egy rettenetes dolog, ugye, hogy itt azért tűzeseteknél találkozhatunk olyan szennyezésekkel, hogy a megfelelően tudjuk használni a védőfelszerelést. Tehát azt meg kell követelni, vannak védőfelszereléseink, azt használni kell, azt tudni kell használni, és fel kell venni előtte, nem csak utána, már amikor megtörtént a baj, hogy tényleg ne történjen komolyabb baj az embernek. Hát én rendszeresen sportoltam, nagyon sokáig benn voltam a tűzoltó sportban. Ha az én csoportomnál kötelező volt például a labdarúgása, a röplabda, sokat gyakoroltuk, volt helyünk, ahol különböző szituációkat csináltunk, és ennek megfelelően gyakorolta be az állomány, és hogy hogyan lehet ilyen esetekben beavatkozni. Kaszás János díját az alapítvány kuratóriuma szerint az is indokolta, hogy rendre új, előremutató ötletei vannak, amelyeket kollégáival, az egyesület tagjaival meg is valósít. De vajon mi mozgatja még mindig ezen az úton a most kitüntetett tűzoltót? Az ember talál ki ötleteket, meg ha vannak a srácoknak ötletei, meg kell hallgatni, amit tudunk megvalósítani, mert általában a megvalósításához pénz kell. És nem is kevés pénz. Na most azt a pénzt össze tudjuk szedni, vagy ha valamiről ki tudjuk spórolni, akkor meg kéne csinálni, mert az úgy van a többi embernek is rálátása a mi munkánknak, a mi felszereléseinknek, és esetleg fiatalokat is vagy, aki nem annyira idős még bevonni a munkánkba, és lássák azt, hogy na hát van értelme az, hogy önkéntes tűzoltó lehet valaki. Kaszás János egy ideje leszerelt a hivatásosok közül, és önkéntes tűzoltó lett, hogy megszerzett tudását, vezetői képességeit városa szolgálatába állítsa. Élhetné magánéletét, helyette jószerével állandóan ügyeletben van. És hogy meddig? Egyszerű a válasz. Hát ameddig az ember erőt érez magában, meg érez olyat, hogy még tud valami újat mutatni. Mai műsorunk ezzel véget ért. Itt mondjuk el, hogy műsorunkat a hét minden napján megtekinthetik ugyanebben az időben a Pusztaszabolcsi kábelrendszeren, vagy bármikor interneten a pusztaszabolcs.hu oldalon, a Pusztaszabolcs TV főre kattintva. Köszönöm megtisztelő figyelmünket, találkozunk a következő műsorunknál is, viszontlátásra!